a KH-tól. Azt szeretném megkérdezni, hogy a fenntarthatóság hogyan jelenik meg a befektetésekben? A fenntarthatóság már nagyon régóta része a befektetési stratégiai döntéseknek, mert amikor valamit megtakarítunk, vagy a jövőbe fektetünk be, akkor fontos az, hogy hosszú távon tudjunk gondolkodni, és a befektetéseinknek is legyen jövője, hogy amikor realizálni akarjuk a hozamunkat, akkor ki tudjuk szállni, akkor még mindig értékes befektetésekből. Amit most látunk, azt, hogy ezeknek a fenntarthatósági szempontoknak egyre nagyobb súlya van a befektetési döntéshozatalban, és az utóbbi évek változásai ezt segítették elő. Akár a Covid krízisre visszagondolunk, akár a klímaváltozásra, akár az, hogy olyan környezeti hatások vannak, amik alapvetően tudják befolyásolni egy vállalat jövőbeni sikerességét, vagy akár a társadalmi hatásokra is gondolhatunk. Az elmúlt években nagyon megnőttek azok a társadalmi folyamatok, amelyek akár negatívan hathatnak egy adott ország, régióra, a migrációtól kezdve, polgárháborúig, vagy a felszabadult tüntetéséig sok mindre lehet gondolni. De ez nagyon elvont így az utca emberének. Hogyan valósul ez meg a gyakorlatban? Hogyan építhetők be ezek a fenntarthatósági szempontok a gyakorlatban, a befektetési folyamatokban? Korábban ezt megpróbáltuk ilyen szubjektíven számszerűsíteni, vagy figyelembe venni a vállalatok értékelésékor. Most arra kialakult egy eszköztár, ezt hívják tulajdonképpen az ESG módszertannak, ami a környezeti, a társadalmi és a vállalatirányítási szempontokat próbálja számszerűsíteni, és ezzel egy eszközt ad a befektetők számára, hogy fenntartható befektetéseket hozzanak létre, vagy olyan stratégiai döntéseket hozzanak, amelyek évek, kiállják az évek és a változások próbáját. Hát ezek a fenntarthatósági szempontok, amiket az ESG-vel mérünk, ezekben az ENSZ fenntarthatósági fejlődési célok tükröződnek vissza, ami 17 cél volt, amit az ENSZ elfogadott, amiben benne van a szegénységtől kezdve a környezetvédelemig számos olyan szempont, a szegénység felszámolása, vagy az oktatás biztosítása mindenki számára. Ezek olyan területek, amelyekkel számszerűsíteni tudjuk azokat a társadalmi kérdéseket, vagy környezeti kérdéseket, amit aztán figyelembe veszünk a befektetési stratégiáknál, hogy ehhez hogyan tudnak alkalmazkodni a cégek. És van ennek már valamilyen szabályozási háttere? Vagy mindenki úgy csinálja, hogy gondolja a saját befektetési szabályrendszerén belül egy-egy vállalat? Egyrészt rengeteg szabályozási trend van létrejövőben. Egyrészt ugye az ENSZ megalkotta ezeket a fenntarthatósági célokat, az Európai Unió is folyamatosan ad ki újabb és újabb szabályokat, hogy mit, hogyan kell mérni, milyen fogalmakat hogyan kell értelmezni, és miről kell tájékoztatni a befektetőket. Nem fejeződött be még ez a szabályozási trend, még nem tiszta minden, és még sok minden fog a következő néhány évben létrejönni, vagy kiegészülni, de hogy már egyre erősebb eszközt áll a rendelkezésükre. És a befektetési célpontok, maguk a vállalatok, vagy az egyéb befektetési célpontok vállalatokon kívüliek, hogyan reagálnak erre az új környezetre, akár az új jogi háttérre? Hát fele más volt a reakció. Első körben a vállalatok egy része csak egy újabb adminisztrációs terhet látott azokban a jelentési kötelezettségekben, amit például a szabályozó előírja a cégeknek, arról, hogy a vállalat tevékenységében hogyan terheli a környezetet, illetve arról, hogy ő hogyan alkalmazkodik hozzá. Azóta számos olyan befektetői igény, akár kisbefektetői, akár intézmény befektetői igény mutatkozott meg, ami miatt a vállalatok egyre inkább érzik, hogy fontos az, hogy ők is részt vegyenek ebben, mert a részvény árfolyamuk, illetve a sikerességük azért nagyban függ attól, hogy a befektetők mit gondolnak róluk.
Úgyhogy ez így nagyon elméleti, egyébként szívesen mondanék egy-két példát arra, hogy mit lehet ez alatt érteni. Vannak olyan vállalatok, akik jól járnak ebben az új környezetben, és vannak esetleg, akik lemaradnak, akiket ez rosszabb helyzetbe hoz? Hát, és persze a példák is nagyon érdekesek, igen. Hát, hogyha ez egy elvárás a befektetők részéről, akkor aki nem teljesíti ezeket az elvárásokat, az értelemszerűen hátrányba kerül azokkal szemben, akik viszont ezt tudják, be tudják mutatni a befektetőknek. De hogy mire gondolok, amikor a fenntarthatóságról beszélünk? Ilyen közelmúltban volt egy mindenki által ismert történet, hogy a Volkswagen csoportnál meghamisították a dízelmotorok kibocsátási adatait. Ugye volt egy elvárás, hogy csökkenteni kell a károsanyag kibocsátást, ezekre komoly szigorú előírások voltak, amit nagyon drágán és nehezen tudott volna teljesíteni az autógyár, ezért módosították a mérési feltételeket, illetve az adatokat. Emögött ez nem volt kiolvasható a vállalat pénzi mutatóiból, a profitjából, az eredmény kimutatásából, a mérlegéből, a cashflow-jából, és igazából ez egy vállalatirányítási problémára vezethető vissza ez a dolog, mert nem voltak meg azok a testületek, bizottságok, szabályzatok a vállalatirányításában, ami akadályozta volna egy ilyen csalásnak a létrejöttét. A következménye viszont a befektetők számára is nagyon súlyos volt, a részvényárfolyam rengeteget zuhant. Tehát volt egy vállalat, aki egyébként jól működött, az egyik legnagyobb autógyár volt, és belefutott egy ilyen helyzetbe, aminek a befektetők száma is komoly veszteséget okozott. Egyébként mostanra pont ezért, mert a Volkswagennek meg kellett újítani a működését, az egyik leggyorsabban növekvő részvényárfolyam a Volkswagennek van, mert hogy éppen ezért elkezdtek hamarabb átállni az elektromos autógyártásra, új termékeket és új stratégiát alakítottak ki. A nagyon jól működő autógyárakhoz képest ők gyorsabban tudtak váltani. De vannak más példák is. Tehát ha most és szándékosan nem csak környezetvédelmi kérdésre szeretném kihelyezni azt a témát, a társadalmi kérdések legalább ilyen súlyosak. Ha most kiderül egy vállalatról, hogy mondjuk a beszállítóit nem méri rendszeresen, vagy vizsgálja át, hogy hogyan működnek, akkor belefuthat problémákba. Például 2020 tavaszán a Starbucks cégről kiderült, hogy a kávét, ahonnan beszerzi, azokban a farmokban, Kolumbiában gyerekmunkásokat alkalmaznak. Néhány felvétel megjelent az interneten erről. A cégnek rengeteg villámgyors intézkedést kellett hoznia, le kellett zárni a beszállítói láncokat, új beszállítókat keresni, illetve kialakítani olyan stratégiát, hogy ellenőrizni tudja, hogy nem fordulhat elő még egyszer, hogy a beszállítói mondjuk ahhoz képest, amilyen Amerikában létező szabályokhoz képest, egy sokkal lazábban működő országban mondjuk gyerekmunkát alkalmazzanak. Sajnos nagyon aktuális még mindig a Covid-dal kapcsolatos járványhelyzet. Ugye ez nagyon sokszor felveti ugyancsak a társadalmi felelősségvállalás kérdését. Erre nincsen valamilyen jó példa? A fenntarthatóság és a társadalmi felelősségvállalás viszonylatában esetleg ezzel kapcsolatban? Nagyon jó példa erre a gyógyszergyárak működése. Egyébként érdekes módon az Egyesült Államokban a 2000-es évektől kezdve a gyógyszergyáraknak az egyik legrosszabb a társadalmi megítélése. Például azért az miatt a szerep miatt, amit az opiát krízisben játszottak a nagy gyógyszergyárak. Itt volt például a COVID kérdés. Ugye van egy nagy dilemma a gyógyszergyártása kapcsolatosan. Ugye az a társadalom elvárása, hogy minél olcsóbban és minél jobb minőségű, tökéletes gyógyszereket állítson elő. Másrészt a befektetői meg azt várják el, hogy minél profitabilisabban működjön. Értelemszerűen mindenki azt várt el most a COVID szituációban, hogy a gyógyszergyárak eltekintsenek a profit szempontjaiktól, és ez egyébként meg is történt. Ha megnézzük a Pfizer-nek a pénzügyi mutatóit, egyáltalán nem látszik rajta, hogy a világ
amikor a legtöbb, több milliárdnyi vakcinát gyártott le és értékesített. Ezt egy olyan áron bocsátja az állampolgárok vagy a polgárok rendelkezésére, ami nem tartalmaz hatalmas profitot. Hát, hogy ez a fajta társadalmi elvárás, ez megjelenik a vállalat életében, de hosszú távon valószínűleg a Pfizernek a reputációját, a működését azt támogatni fogja. Tudják a szereplők, hogy kinek mi a dolga? Tehát, hogy ez mennyire kristályosodott már ki, vagy mennyire fejlődött ki ez a rendszer? Tulajdonképpen úgy indul egy ESG minősítés és felkészülés a cégeknél, hogy megkeresik az úgynevezett stakeholdereket, azokat a szereplőket, akik befolyással bírnak a vállalat életére, működésére. Ebbe beletartoznak a munkavállalók, a fogyasztók, a szabályozók, a beszállítók, az adott környezet, az adott társadalom, például az önkormányzati közösség, amiben elhelyezkednek ezek a gyárak vagy üzemek, és ezeknek az érintetteknek ki kell kérdezni a véleményét. Ez egy visszajelzés arra, hogy az adott cég felé milyen elvárásai vannak a környezetüknek, és természetesen a tulajdonosok is benne vannak ebben, mint nagyon fontos, mint a letalálnak egyik legfontosabb szereplő, akik viszont az ő elvárásait fogalmazzák meg. Ezek alapján, a visszajelzések alapján készíti el a cég a fenntarthatósági stratégiáját, hogy megfeleljen, vagy igyekezzen megfelelni az összes érdekelt elvárásainak. Természetesen ebben vannak érdekütközések, úgyhogy ezekre megoldásokat kell találniuk. Tehát itt mondjuk egy alapkezelő, mint kvázi tulajdonos szerepel ebben a történetben? Igen. Tudhatni az alapkezelő mondjuk egy vállalati stratégiára olyan szempontból, hogy az mennyire lesz fenntartható, hogyan fejlődik hosszú távon? Eddig a vállalat oldalán néztük ezt a fenntarthatóságot, hogyan tudja beépíteni működésébe. Ugye a befektetők, így az intézményi befektetők is, az alapkezelők is, az egyik olyan csoport, az egyiken érintett, ami komolyan tudja befolyásolni a vállalatvezető gondolkodását. Ahhoz, hogy nem csak magát a vállalatot lehet ilyen ESG szempont szerint értékelni vagy minősíteni, hanem magát a befektetési terméket is, hogy hogyan veszi figyelembe a fenntarthatósági szempontokat a stratégia kialakításakor. És ennek része az is, hogy hogyan képviseli ezeket az értékeket mondjuk a vállalat vezetés felé. Hát például ez is része mondjuk egy befektetési vállalkozás, egy alapkezelő életében, hogy visszajelzést adjon arról a piacnak, hogy hányszor, hogyan, milyen módon képviselte ezeket az értékeket a vállalatokkal való tárgyalásokon. A vállalat igazgatósága felé hogyan jelezte, vagy akár a közgyűléseken milyen kérdésekben hogyan szavazott. Igen, kapnak erről visszajelzést a vállalatok. Mennyire épült már be ez a befektetési folyamatokban, a befektetési stratégiákban? A kiválasztásnak így már fontos eleme az, hogy az adott kibocsátó, az adott vállalat részvénye vagy kötvénye az megfeleljen ezeknek az ESG kritériumoknak. Egyre több olyan terméket keresnek a befektetők, amelyek úgynevezett impact termékek, ahol kifejezetten a fenntarthatóság a befektetési cél. És ezt még a pandémiás krízis támogatta is, vagy még felkeltette a befektetők érdeklődését, vagy még nyomást gyakorolta a kibocsátókra. Már csak például azért is, mert a COVID krízist sokan visszavezetik a klímaváltozásra és a biodiverzitás csökkenésére, és tulajdonképpen a COVID-tal a társadalmi problémák is felerősödtek. Ezek mindazok a szempontok, amit a befektetésbe is be tudunk építeni, és a keresletben is nagyon jól látszik, hogy a csatolt szlájdon mutatjuk, az elmúlt negyed években, és ez 2021 második negyed évéig folyamatosan emelkedik a hosszú távú befektetésekben a negyed évente beáramló tők Európában. Ma egyre több ilyen terméket keresnek,
És egyébként megjelent már az a szabályozás, és így definiálja, hogy mit kell a befektetők felé az alapkezelőknek erről kommunikálniuk. Erről szól az úgynevezett SFDR rendelet, amely a fenntartatósági kritériumokról szóló nyilatkozatot kell tennünk a befektetők felé, hogy az adott termék mennyire épült be a fenntarthatóság, illetve azt is meg kell mondani, hogy egyébként a termékeinek mennyire terhelik meg a környezetet. Tehát ebben az SFDR rendeletben három típusú terméket különböztethetünk meg. A hatos cikk szerinti, ami csak alapértékekben veszi figyelembe a fenntarthatóságot, a 8-as cikk szerinti, amely már elő kell segíteni a fenntarthatóság növekedését a világban, és a 9-es, amikor kifejezetten egy olyan befektetést célzunk meg, amelyek a fenntarthatósági célokat tűz ki mag elé. A környezetvédelmet vagy a társadalmi fenntarthatóságot, ami kifejezetten az olyan befektetéseket választja csak ki, amelyek egy fenntartható iparágban működnek. És azt lehet látni, hogy ugyan ezekből a utolsó kategóriában tartozó alapokból még nagyon kevés van, amit az ábrán is látszik, az alapok 2%-a, de például a 2021-ben már a friss tőkének a 14%-a ezekben az alapokban érkezett. Van egy komoly nyomás a befektetők részéről, egy igény a befektetők részéről, a fenntartható befektetések felé is. Még egy kérdés, ami esetleg izgatja a közönséget. A magyar kibocsátók jelentkeznek-e olyan termékekkel, olyan eszközökkel, amik megfelelnek ezeknek a feltételeknek, amik akár bekerülhetnek ezekbe az alapokba? Magyarországon is megjelentek. Ugye azok a zöld kötvények, amelyeket az MNB támogatásával először a magyar állam is bocsátott ki környezetvédelemmel, vagy zöld befektetésekre fókuszáló kötvényeket, majd vállalatok is megjelentek ezzel. Tehát így a környezettudatosság megjelent a kínálati piacon is. A befektetési alapkezelők oldaláról sokkal nagyobb az igény, amely több terméket tudunk külföldről beszerezni, mint Magyarországról. Szerintem a következő években ez tovább fog terjedni, és nem csak a környezettudatosság, a zöld befektetések jelennek meg, hanem az úgynevezett social bondok, illetve azok a társadalmi programokat finanszírozó befektetések, amelyek elősegítik a környezetünk nem csak környezetvédelmi szempontból, hanem társadalmi szempontból való javulását is. Amundi. Kiérdemeljük bizalmát.